elsőbséget az egészségnek. Napjainkban a metabolikus szindróma a leggyakoribb kórkép, amely több különösen agresszív betegséget ölel fel, és nem csak a májra és hasnyálmirigyre, hanem ahogy korábban említettem, az agyra gyakorolt hatása is aggodalomra ad okot. Ebből kifolyólag pedig megjelenik az ítélő és elemző képesség, különbségtétel és akaraterő gyengülése. Hogyan definiálhatjuk a metabolikus szindrómát? A szakértők nemzetközi szinten meghatároztak 5 tényezőt, amelyek közül, ha bármely 3 jelen van, akkor metabolikus szindrómáról beszélünk. Mi is ez az 5 tényező? Először is látni fogjuk, mennyire veszélyes a májban és hasnyálmirigyben lerakodott zsír. A bőr alatti zsír is, ha nagy mennyiségű, terhet jelent a szervezet számára, de a legkárosabb a májbeli és hasnyálmirigybeli zsír, és az, ami az erek és a szív körül rakodik le. Tehát belül, a hasüreg belsejében. Amikor a triglicerid szint 1,7 millimol per liter fölé emelkedik, ez a metabolikus szindróma egyik tényezője. Mennyinek kell lenni a normál értéknek? 1,7 millimol per liter alatt. Vagy, figyelem, ha a triglicerid érték jó, azért, mert triglicerid csökkentő gyógyszeres kezelés áll fenn. Leggyakrabban lipantil típusú. Tehát, ha jelen van a lipantil kezelés, akkor még egy tényező fennáll. A harmadik tényező a HDL koleszterin. Milyen ez? Jó vagy rossz? Jó. Tehát, mikor a jó koleszterin értéke túl alacsony? Mennyinek kellene lenni a jó koleszterinnek? Férfiaknál 1,3 millimol per liter, és nőknél 1,55 millimol per liter felett. Ha nagyon alacsony, a HDL koleszterin 0,9 millimol per liter alá süllyed, ez metabolikus szindrómai jelen. A negyedik tényező a magas vérnyomás, vagyis a 130 per 85 higanymilliméternél nagyobb nyugalmi helyzetben mért érték. Mit is jelent ez? Először is ülve, pár perces pihenő után mérünk. Az alany nem fogyasztott kávét, alkoholt, nem dohányzott, nem veszekedett, ami miatt ideges, izgatott lenne. Tehát érzelmileg is lehetőleg nyugodt állapotban legyen. Ha ilyen körülmények között a vérnyomás 130 per 85-nél magasabb, akkor az metabolikus szindrómára utal. Vagy ha a vérnyomás gyógyszeres kezelés miatt jó, mert ha nem venné be a noliprélt, vagy amit szed, Concord és így tovább, akkor azonnal felmenne a vérnyomás. Tehát ez a negyedik. Az ötödik tényező pedig a vércukorszint, a glükóz szintje a vérben. Ennek reggel éjgyomóra mért értéke, ha nagyobb, mint 5,6 millimol per liter, akkor metabolikus szindróma elem. Vagy ugyanígy, ha a vércukorszint jó, de jelen van a metformin, vagy a diaprel, akkor szintén. Mit mondtunk? Mi a szabály? 3 az 5-ből, ugye? Mit mondanak? Nehéz felállítani a metabolikus szindróma diagnózisát? Sokaknál önök közül nem csak 3-at, de 4-et,
vagy mind az ötöt megtaláltam. Mit jegyezzünk meg? A metabolikus szindróma olyan, mint egy nagy jéghegy, ami a víz felett látszik, elhanyagolhatóan kicsi rész ahhoz képest, ami a víz alatt van. Tehát, amikor a vizsgálatok során kiderül, hogy a triglicerid szint magas, vagy a vércukorszintünk, vérnyomásunk, és így tovább, vegyük észre, hogy ez csak a jéghegy csúcsa. Alatta káros folyamatok fornak, amik idővel nagyon rombolóakká válnak a szövetekre, elsősorban az agyszöveteire. Hogy is néznek ki ez a jéghegy az aktuális kutatások alapján, ha figyelembe vesszük a még nem látható részt? A beteg, mivel nem fáj semmije, valószínűleg Dél-Kelet-Európa legegészségesebb emberinek érzi magát, nem zavarja, nem fáj semmi. A jéghegy elég nagy. A cukorbetegség kialakulása mellett, ami egyértelmű, főleg a kettes típusú cukorbetegség, amiről holnap fogunk beszélni, a magas vérnyomás csak Romániában körülbelül a felnőtt lakosság fele rendelkezik magas vérnyomással. Látjuk majd, hogyan alakul ki az érelmeszesedés, főleg a szív erejében, a koronáriákban és az agyérekben, de nem csak ott, az endotér réteg. Az érfal sínylődik, és megbetegszik a legfontosabb részeken. Tehát az agyi artériák és a retinák erei mellett látjuk majd, milyen jól látszik a nyaki verőéren, meg is lehet mérni a plakok zsírtartalmát egy Doppler vizsgálattal. Leggyakoribb a koronáriákon, de vese és a lábereiben is, de nem csak ott. Azoknál az ereknél is megjelenik, amik az ízületeket, csontokat táplálják, ezért van, hogy a csontritkulás felgyorsul azoknál, akiknek az erei beszűkülnek. Mert a csont egyre gyérebben táplált, és a szerkezete egyszerűen összeomlik. A policisztás petefészek, ami szintén nagyon gyakori probléma, legtöbbször szintén a metabolikus szindróma miatt alakul ki. Pont ezért kezelik sokszor metforminnal. Az elsírosodott máj, látjuk mindjárt, jelenti a tengelyét tulajdonképpen az egész gépezetnek. Például a prostata megnyobbodás az 50-60 év feletti férfiak nagy drámája. A prostata megnagyobbodás folyamatához is jelentősen hozzájárul a metabolikus szindróma. A mellrák, vastagbélrák, prostatarák, tehát a leggyakoribb rákformák kockázat is növeli a metabolikus szindróma. Persze nem ez az egyetlen ok. Jelen van a genetikai tényező. Hormonális hatások. Mérgező hatások. De a metabolikus szindróma is nagyon fontos szerepet játszik ebben az összetett kórképben. Alvási apnoé szindróma. Mit jelent az alvási apnoé? Megszakítás. Tehát nem átlagos horkolás, hanem olyan, ahol rendszeresen kimarad a légzés. Legtöbbször az érintett személy ezt észre sem veszi. A partner nézi, hogy horkol, és csak egyszer csak megáll a horkolás. Lehet, hogy először bepánikol. Mi is történik? Ez volt az utolsó horkantás? És mikor éppen megbökné, látja, hogy még erőlködik, és újra szuszogni kezd. A probléma csak az,
hogy ezekben a légzés kimaradásokban az agy idegsejtjei károsodnak. És ha ezt a problémát nem kezelik, akkor a statisztikák alapján a neurokognitív zavarok, mint az élenjáró Alzheimer-kór, vagy az azt követő agyérelmeszesedésből következő demencia, és egyéb szellemi leépülés egyre fiatalabb korban fog megjelenni. Tehát a kimaradásokkor fellépő oxigénhiány gyorsítja a neurokognitív zavarok kialakulását. Ideértve a memorizálási, koncentrálási nehézségeket, a napi teendők ellátásának megnehezedését, látási és életminőségbeli zavarokat. Ha listát készítenénk róla, mire is vágyunk az életben, ez biztos az utolsó helyen szerepelne. Nem tudok ennél rosszabbat elképzelni. Ha gyanítja, hogy ebben szenved, vagy valaki megjegyezte, hogy alvás közben hosszú ideig nem vett levegőt, legbölcsebb dolog, ha felkeres egy szakértő orvost. Általában a tüdőgyógyászati osztályokon vannak alvás laboratóriumok, ahol a páciens otthonszik egy éjszakát, mi alatt rögzítenek bizonyos paramétereket. Ezeket számítógéppel kiértékelik, és reggelre elég pontos diagnózist lehet felállítani. Ha kiderül, hogy valaki ebben szenved, vannak kezelési módok, amellett, amiről beszélünk majd a metabolikus szindróma kapcsán, ami alapvető lehet, például oxigénkészülék használata alváskor. Nagyon hasznos, itt is voltak olyan páciensek, akik használnak ilyesmit alváshoz, és elmondták, hogy nagyon javított az életminőségükön. Miért? Azelőtt, hogy használta volna a készüléket, mivel az agy oxigénellátása gyér volt, állandóan felébredt, ami ugyan nem volt tudatos, de megszakította az alvási ciklust. Emiatt nem pihentető az alvás. A szervezet éhezik a pihenés után. És ahogy leül, a szervezet kihasználja ezt a nyugodt állapotot, hogy behozza az éjjel felhalmozott lemaradást, és rögtön elalszik. Ő nem akar, nem szándékosan teszi ezt, de egyszerűen nem bírja. A teste ki akarja használni ezeket a pillanatokat, amíg ül, hogy kompenzáljon. Nagyon súlyos dolog, amikor ez a volán mögött ülve történik meg. Ez az egyik leggyakoribb oka a volánnál való elszenderülésnek és baleseteknek. Leggyakrabban az autópályán. Komoly problémáról van szó, tehát, ha gyanítjuk, hogy minket is érint, kérünk beutalót a házi orvosunktól egy szakértőhöz kivizsgálásra. És nem utolsó sorban a húgysav szint emelkedése is egy tényező. A húgysav magas szintje gyakori probléma, ami hajlamosít a köszvényre, amikor elkezd kikristályosodni az ízületekben, vagy urátként vesekövet képez. Tehát a jéghegy meglehetősen nagy, és gyakorlatilag a leggyakoribb korképet jelenti.
Hogy jobban megértsük a metabolikus szindróma kialakulását, idézzük fel, hogyan működik egy sejt. Trilliónyi ideg, izom, csont és hámsejtünk van. Különböző a formájuk és a szerepük, de vannak közös jellemzőik. Minden sejtben intenzív tevékenység zajlik. Másodpercenként kémiai reakciók ezrei, kis üzemek ezek, amik non-stop dolgoznak 24 órában, hogy fehérjéket, zsírokat és más szükséges vegyületeket gyártsanak. A szervek, szövetek, és közvetve az egész szervezet működéséhez. Minden szigorúan szabályozott a DNS-ben tárolt információk alapján. És a szintetizált termékek becsomagolva útjukra bocsátódnak, vagyis a vérbe és a nyirokba. És azokon keresztül jut el oda, ahol szükség van rá. Mivel ez a folyamat annyira összetett és intenzív, folyamatos ellátásra és energiára van szüksége. Itt vannak az energetikai központok, a mitokondriumok, melyek elégetik a glükózt, és energiával alakítják, ami a gondolkodás vagy mozgás során kerül felhasználásra. Edzünk a konditeremben, vagy az anyagcsere folyamatok során. Ehhez elengedhetetlen, hogy a trilliónyi sejt mindegyike a fejünk búbjától a kislábujunkig megfelelő mennyiségű oxigénhez és tápanyagokhoz jusson, mint glükóz, zsírok, vagy lipidek, fehérjék, víz, vitaminok és ásványi anyagok. Hogyan jut el mindez az összes sejthez a fejünk tetejétől a kislábujunkig? Főerek, mellékerek és hajszálerek hatalmas hálózatán keresztül, amelyek mindezt elszállítják az összes sejthez szükségéhez mérten, és ugyanakkor meg is tisztítják őket az anyagcsere melléktermékeitől. Minden sejt élete ettől a folyamatos cserétől függ. Kap és ad. Kap és ad. Mi történne, ha megszakadna vérkeringés? Ha mondjuk itt kialakul egy rög, és a vér már nem ér el ide. Mi történik ezekkel a sejtekkel? Meghalnak. Ez a szívinfarktus, vagy agyvérzés tragédiája. Elzárul egy artéria, és a szív vagy az agy egy részéhez már nem jut vér. Így a sejtek nem kapnak oxigént, tápanyagokat, azt, amire szükségük lenne a megfelelő működéshez. Mert a megfelelő mennyiségű oxigén mellett a sejtek számára elengedhetetlen a megfelelő táplálék. Legyen kiegyensúlyozott elegendő energiával a mitokondriumok számára, de legyenek meg benne az építőanyagok is, tehát szénhidrátok, fehérjék és zsírok is. Ehhez az étrendünkben lennie kell teljes kiörlésű gabonaféléknek, amelyek a szénhidrátok legfontosabb forrásai, de sok más tápanyagot is tartalmaznak. Reggel jó, ha gabonaféléket fogyasztunk gyümölccsel, magvakkal és diófélékkel. A diófélék és magvak az értékes zsírsavak legfontosabb forrásai.
Nem csak az agynak, hanem látni fogjuk, hogy a máj és a többi szövet számára is. Ebédné pedig fogyasszuk a gabonafélék változatos fajtáit, ne csak egyfélét, hüvelyes zöldségekkel. Mik is a hüvelyes zöldségek? Bab, lencs, csicseri borsó, szója, és így tovább. Ezek a leggazdagabb fehérje források. A fehérje mellett pedig ásványi anyagokat is tartalmaznak. A zöldségek később látni fogjuk, mennyire fontosak. Főleg, amikor a vékony bél baktériumflórájáról beszélünk majd. Meglátjuk, mennyire fontosak a zöldségek. Ugyanígy a diófélék és a magok is. Tehát nagyon fontos, hogy az étrendünk kiegyensúlyozott legyen, e szerint a séma szerint. Eddig elengedhetetlen, hogy naponta fogyasszunk mindenből. Olajat, tejterméket, tojást és cukortartalmú édességeket nem szükséges fogyasztanunk. De ha fogyasztunk belőlük, nagyon figyeljünk, mennyit, hogyan és mikor. Tehát kötelező innentől idáig. Ez kielégíti szervezetünk sejtjeinek energetikai és szerkezeti szükségleteit. A nagy probléma, hogy a modern étrendben nagyjából fejreállt a piramis. Sajnos már a gyerekeknél is. Így van. Mi az alap? Ami itt van, az az alap. A többiből pedig olyan kevés van, mintha csak fűszerek lennének. Ugye? A modern étrend jellemzője tehát, hogy az élelmiszerek rendkívül finomítottak és feldolgozottak. Ezért kalóriában nagyon gazdagok, kis mennyiségben rengeteg kalóriát tartalmaznak. Egy McDonald's-os menü könnyen eléri az 1500 kalóriát, de ha akarunk, 3000 kalóriást is összeállíthatunk. Legtöbbünk számára az 1500 kalória az egész napra szükséges energiát jelenti. Ha az illető csak uzsonnára megeszik 1500 kalóriát, a főétkezésre késő este kerül sor, amikor hazaér, akkor mennyi lesz a napi bevitt mennyiség? Legalább kétszeres a szervezet szükségletéhez képest. Emellett az anyagcsere is. Milyen az égetés? Nem nagyon van. Mert nem igazán mozgunk. Így van? Reggel a házból, a kocsiba, a kocsiból az irodába, 8-10-12 óra, amennyi kell. Onnan vissza az autóba, és onnan. Tehát a felhasznált energia nagyon kevés, és minden nap felhalmozódik egy kalóriatöblet, ami nem kerül elégetésre. Mit tesz ezzel a szervezet? Lerakodik. Hogyan? Zsír formájában. Zsírként raktározza, trigliceridekként. Így lehetséges, hogy ahogy láttuk, a metabolikus szindróma egyik jellegzetessége az emelkedett triglicerid szint. Főleg, ha a program nagyon szoros, stresszes, feszült, ami legtöbbször a rendszeresség felborulását vonja maga után. Sok páciens mondja nekem, nincs időm reggelizni, annyi teendőm van reggel, ez az utolsó, amire gondolok. Ebédkor rákcsál valamit, cserébe este bepotol mindent. Ez a fajta életritmus emeli a triglicerid szintet, főleg ha ehhez még hozzáadódik az alkoholfogyasztás is. Nem feltétlenül nagy mennyiségben, de rendszeresen. És a statisztikák szerint Románia vezető helyen áll az Európai Unióban, ami az egyfőre jutó alkoholfogyasztást és az alkoholfogyasztásból következő megbetegedéseket illeti. Tehát mindezen összetevők együtt
modern étrend, gyors ételek, finomított, feldolgozott, magas kalóriatartalmú, cukordús fogások. Jelenleg az egészségünkre nézve legagresszívabb élelmiszerek a cukor és az állati zsírok. Ezek közül is a felvágottak a lehető legrosszabbak. Azoknál károsabbat nehéz lenne elképzelni. Azután minden, ami hús, zsíros sajtok, feldolgozott élelmiszerek, mozgáshiánnyal, rendszertelen napirenddel, késői lefekvéssel, és még alkoholfogyasztással együtt. A triglicerid szint egyre nő, 1,7 helyett, dupla, tripla értékek. Volt, hogy 1,7 millimol per liter helyett 11-et, vagy akár 17-et találtunk. De tudják, hogy nézett ki az a vér? Már a vérvételnél olyan sűrű volt a vére, hogy alig folyt át a tűn, és amikor lecentrifugáltuk, hogy leülepítsük a vörös vértesteket, és a tetején megmaradjon a szérum. Általában egy egészséges embernél a szérum valami nagyon folyékony, sárgás folyadék. Nála tudják, hogy nézett ki? Mintha tegyük fel, valaki egy zsíros húslevest főz, és beteszi a hűtőbe. Másnap reggelre egy vastag zsírréteg lesz rajta, amit szét kell törni a merőkanállal. Körülbelül ilyen volt nála is. Egy zsírréteg maradt a kémcsőben, amit fel kellett fígítanunk, hogy dolgozni tudjunk vele. Mert a pipetták, amiket használunk, nagyon vékonyak, szűk nyílással. Ebben a helyzetben a szervezetnek nincs más választása, mint hogy elraktározza a trigliceridekeket egyre növekvő zsírsejtekben. A gyerekeknél ezek száma is nő, és következésképpen nő a zsírszövet mennyisége. Egyre kevesebb a vér és oxigén aránya, és fokozódik a gyulladás. Itt csak a legfontosabb dolgokat emeltem ki. Ezek bonyolult folyamatok, és a következő napokban látni fogjuk, milyen hatással vannak a cukorbetegség érelmeszesedés kialakulására és a neurokognitív zavarok megjelenésére. A máj az egyik legnagyobb vesztese ennek az együttesnek. Így néz ki egy egészséges máj. Mikroszkóp alatt pedig így kellene kinéznie. Itt vannak a májsejtek, a fekete pontok, amiket látunk, a sejtmagok, ahol az információ tárolódik, a DNS. Ezzel szemben hogy néz ki ez? Nagyobb és sárgásabb, ugye? Miért? Ha belenézünk a mikroszkópba, fehér foltokat látunk, amik a felgyülemlett zsírt jelentik. Hol is? A sejtek között. Megjegyezzük ezt a képet? Mert ez valami nagyon fontosat mond. A zsírmáj nem a máj körül felhalmozódott zsírréteget jelent, hanem olyan zsír, ami a szerkezetbe épült, a sejtek közé. Minden esetben, amikor a sejtek közé épül, tragikus a helyzet. A máj a szervezet nagy anyagcsere üzeme. Minden étel, amit megeszünk, és felszívódik a bélfalon keresztül a vérbe, a vérárammal először a májba jut, ahol az átalakítja, előkészíti a szervezetünk anyagcsere szükségleteinek megfelelően. Működése elengedhetetlen az egészségünkhöz. De amikor az anyagcsere üzemet elborítja a zsír, gondoljuk, hogy tud dolgozni. Nagyon nehezen. Nagyon-nagyon nehezen.
Mert ezen zsírok jelenléte, ha időközben nem kerül sor megfelelő kezelésre, megfojtja a májsejteket, és ők haláltusájukban végül elpusztulnak, és a vérbe ürülnek, és ez meglátszik majd a véreredményeken is. És az orvos felhívja a figyelmüket, hogy megnőttek a GPT és transaminaz értékek, amik gyulladásos folyamatok esetén szoktak. És végtére is, mit akar ezzel mondani a doktor? Hogy a betegség halad előre. Nem egyszerűen a szerkezetben felgyűrő zsírról van szó, hanem a steatózisból, amikor a zsír megtámadja a szövetet, májgyulladásba csap át. Amikor a zsírok megfojtják a sejteket, ők gyulladásba kerülnek, elpusztulnak, és ezt a nekrózist a máj átalakulása követi. Egyfajta hekképződés, amikor rost szalagok képződnek, amik végül cirrózishoz vezetnek. Nagyon gyakran a kezeletlen hepatitis B vagy C vírus is ezt eredményezi. De egyre gyakoribb ez az ok. És ez a cirrózis a szakértők elmondása szerint a rosszindulatú rákos sejtek megjelenésének is elsődleges oka a májban. Észak-Amerikában, Nyugat-Európában a fent említett úton kialakult cirrózis, amit itt látunk, a leggyakoribb oka a májültetéseknek. Tehát a legtöbb májültetés oka steatózissal kezdődik, majd májgyulladáson át cirrózisba torkollik. Mit tehetünk zsírmáj esetén? Elsősorban értékes élelmiszerekre van szükség, amik elősegítik a májszövet regenerálódását, azután megfelelő testmozgásra, hogy serkentsük az anyagcserét, azáltal a zsírok elégetését, amik felhalmozottak a májban. Az alkohol kerülése nagyon fontos az azt fogyasztóknak. Nem feltétlenül nagy mennyiségre kell gondolni, de rendszerességre, mint a franciáknál. Látjuk, a franciák verik a mellüket. Mi, mivel rendszeresen megiszunk egy pohár vörösbort, milyen jól állunk az érelmeszesedés kapcsán, még a szomszéd németeknél is jobban. Csak azt felejtik el hozzátenni, hogy amellett, hogy jobban állnak az érelmeszesedéssel, világelsők a zsírmáj és cirrózis tekintetében, ami abból következik. Így nem tudom, mire olyan büszkék, ha felcserélték egyiket a másikkal. Rendszeres étkezési és pihenési program rendkívül fontos. Tanulmányok mutatják, hogy minél később fekszünk le, annál könnyebben zsírosodik a májunk. Továbbá léteznek májvédő gyógynövények. Mik a máj számára értékes élelmiszerek? Elsősorban az omega-3 típusú zsírsavak. Méghozzá növényi forrásból a legelőnyösebbek a májnak. Az omega-3 zsírsavak leggazdagabb forrása a lenmag, de ahhoz, hogy a szervezet megfelelően fel tudja dolgozni ezeket a zsírsavakat,
Le kell darálnunk. Ezért van itt is a reggelinél darált formában. Emellett a diófélék is nagyon jó forrásai az omega-3 zsírsavaknak. Sőt, a szójában és a kiamagban is van omega-3. De tudnunk kell, hogy a lenmag mindnél jobb. Mert az omega-3 mellett nagyon értékes antioxidánsokat is tartalmaz, amik támogatják a májsejteket, mint például a lignánok. Szükségünk van antioxidánsokra. Az antioxidánsok leggazdagabb forrásai, különösen a máj számára az erdei gyümölcsök. Áfonya, szeder, málna, homoktövis, ha tudnánk milyen értékes, tanulmányok mutatják, hogy milyen jótékony hatású zsírmáj esetén is. De ugyanígy a citrusfélék és az alma is, csak ne hámozzuk meg őket. Jól mossuk meg őket, akár egy kis ecettel is, hogy megszabaduljunk a héjon lévő kezelőszerektől. Ha meghámozzuk, elveszítjük az antioxidánsok nagy részét. Ezt jegyezzük meg. A betain. Nagyon értékes a máj számára. Megtaláljuk a spenótban, céklában, brokkoliban. E-vitamin. Sokkal jobb, ha az E-vitamin szükségletünket nem kapszulákból fedezzük, hanem együnk különböző magvakat, mandulát. Amikor megkapják majd az étrendi ajánlást, amit kiszámítunk mindenkinek önök közül, látjuk majd, miből mennyit kell fogyasztani naponta a szükségletek kielégítéséhez. Kurkuma. Hallottunk a kurkumáról. Erről a sárga porról. Ugye? Nagyon előnyös a májnak. Ugyanígy a fekete kömény. Vagy nigellamag, fekete mag, parasztbors is. Mi ezt kurkumával együtt kapszulákban használjuk. Nagyon értékes. Jelen esetben a májnak is, sok más mellett, mint az agyműködés, vagy az ízületek. A gyógynövények közül a legjobb a mária tövis, ami a szilimárinban is van. Mi egy német cég készítményt, a lágószát használjuk. Olyan módon állítják elő, hogy sokkal hatékonyabban szívódik fel a vékony bélből a vérbe. Gyermekláncfűből vannak, akik tavasszal salátát készítenek, amik még zsengék a levelek. Igazi gyógyír a máj és az epe számára. Hasonlóképpen az articsóka, cickafarkfű, vére hulló fecskefű és az édesgyökér is. Tehát ezek voltak a legértékesebb élelmiszerek és gyógynövények. Nem mondom, hogy csak ezek, de a kutatásokban ezeket találjuk leginkább. És amikor az ultrahangra kerül sor, mert hogy mindannyian jönnek majd hozzám hasi ultrahangvizsgálatra, és zsírmájat találunk, jusson eszünkbe ez a lista, és építsük be ezeket az ételeket mindinkább az étrendjünkbe. Tehát azokat az élelmiszereket, amik elzsírosítják és annyi kárt tesznek a májban, helyettesítsük jótékony hatásúakkal, helyreállító kúraként. Köszönöm a figyelmet, holnap ugyanebben az időben találkozunk, és megnézzük, milyen hatása van a zsírmáj a szénhidrátanyag cserére, hogyan alakul ki a cukorbetegség. Szép napot kívánok! Elsőbséget az egészségnek!